A srácok itt körülöttem alkotják a DAC U8-as csapatát. Visszatekintve az elmúlt évekre, bátran kijelenthetem, hogy az egyik legügyesebb korosztályról beszélünk. A csapat gerince még a tavalyi szezonban kialakult, amikor ők 6-7 évesen velünk, az akkori U8-al készültek. Az idei felkészülés az még július végén, augusztus elején elkezdődött. Heti, és a hangsúly, ugye a heti 3 edzésen van, amit az akadémián abszolváltunk ősszel, és most már ugye tornatermekbe járunk be, csoportokra osztva a csapatot. És hát a programot különféle barátságos mérkőzéssel, tornákon való részvétellel színesítjük. Mivel bajnokság ebben a korosztályban még nincs, ezért úgy gondolom, hogy mindegyik mérkőzés egyformán tétmeccs. Itt tehát nem a számszerű végeredmény és a tornákon való helyezés a lényeg. Ennek ellenére igyekszünk győztes mentalitású tehetségeket nevelni. Részt vettünk téttel bíró tornákon is, és hát elmondhatom, hogy ezeken végül sikerült mindig a dobogó legfelsőbb fokára felállniuk a fiúknak. Úgyhogy néha viccesen az öltözőben mondom nekik, hogy nem a győzelem a fontos, gyerekek, ugye, hanem az, hogy mi nyerjünk. Értik ők a viccet, de úgy érzem, hogy mégis komolyan veszik ezeket a mérkőzéseket, és a többség komolyan veszi a felkészülést is. Én azt kívánom nekik, hogy maradjon meg ez a lendület, a lelkesedés, és biztos vagyok benne, hogy 5-10 év múlva a legnagyobb tehetségekre is büszkék lehetünk, sőt még az után is. Úgy gondolom, hogy erre minden esély megvan, hiszen mindenképpen több mindenben előreléptünk, elsősorban az edzések minőségében, és a nemrégen átadott MOL Akadémia pedig biztos hátteret jelent. Köszönöm a figyelmet!